Kim Bass filmje. Magyar hangok. Hambas Dániel, Renát Zoltán, Solecki Janka, Stern Dániel, Varga Rókus, Kárpáti Levente, Halasi Dániel, Hagen Imre, Hegedűs Miklós, Láng Balázs, Potocsni Andor. Vamos, entramos o no? Quando termina la canción? A körmök és nyomás. Bajnokok reggeli. Hülye liba. Tudod mit? Ha fele annyit adnánk el, mint amennyit elhasználsz, rohadtul jól élnénk. Hello, Siri. Lenne az egész országnak. A kereslet és a kínálat. A mexikóiak öntik a cuccot a határon át. Kétszer annyit kell főznöm, fele annyi lóvéért. Világos? Ó, Istenem! Addig főzöd ezt a szart ezekben az üvegekben, míg seggbe nem lőnek minket a határon. Ó, igen, a segg. Akarod az enyémet? Mert nekem elég, a tiéd. Elég, elég. Most menj és öltöz fel. Mindjárt jönnek az ügyfelek. Hozzák a cuccot. Menj! Éhes vagyok. Na, olyan éhes vagyok, drágám. Léci, 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 léci. Okay. Olyan jó szagod van. Rendben van, gyere. Okay. Csak igyekez, igyekez. Gyorsan, gyorsan. Okay. Gyorsan, gyere. Oké. Okay. Vamos. Hello! Oké. Okay. A francba. Nagyon jó a szó, tesó. Ebben most rendesen benne vagy. Mit akarsz? Kisebb versenyt. Adios. Jó. A francba. Bocsi! Futás! A fejébe! Ez az. Ajta! Cingado. Oh. Oh. Oh.
Istenem! Tegnap hajnalban a kaliforniai sivatagot egy újabb kábítószerű zenrobbanás rázta meg. A hatóságok szerint a robbanás áldozata az a házaspár, akiket illegális drog előállítása és terjesztése miatt tartottak megfigyelés alatt. Bár a súlyosan megégett holttesteket még nem azonosították, de a nyomozók biztosnak tartják, hogy gyilkosság történt. Az illegális drogokkal kapcsolatban tartott reggel sajtótájékoztatott Brooks elnök a Fehérházban. Az elnök ismertette a kormánya átfogó tervét, melynek célja az, hogy ismét felvegyék a harcot az amerikai drog problémával szemben. Amit egyesek illegális drog problémának neveznek, az nem probléma, hanem katasztrófa. Ez egy kelés, egy rákos daganat, amely egyre nő társadalmunk testén. Ha nem derítjük fel, ha nem tesszük meg a szükséges lépéseket, akkor ez fogja elpusztítani a mi demokráciánkat. Még további életeket tesz majd tönkre. Még további felfordulást okoz, még további büntetteket idéz elő kisebb és nagyobb városainkban mindenütt Amerika szerte. Hová mész? Az FBI dolgozni. Na és Gabby? Hát Gabby még úszhat egyet, ha éhes talál ennivalót a hűtőben, aztán hazamehet, és majd egyszer találkozunk. Újabb forrásokra nagyjából 100 millió dollárra lesz szükség a végrehajtáshoz. Fényképezte Daniel Brahm és Mark Eberle. Zene Sean Murray. Halálos sebesség. Se késésért. Az anyád késsen. Hol voltál? Templomban. Rohadt meleg van. Nem áll. Hol van Speedy González? Úgy negyed mérföldre. Está tarde, puto. Mira, escucha el hocico de este buen. Puta madre. Figyelsz, engem nem érdekel, hogy mit csinálsz anyáddal. Engem a szállítás és a pénz érdekel. Szóval add ide a pénzemet, és szólj a kutyusodnak, Csuinak, hogy emelje meg a seggét, és pakoljon be a gépembe. Chupa mi verga, pendejo. A pénzed. Túl sok pénz egy szállítónak. Túl sok szállítás a pénzért. Meg sem nézed.
gringo. Sosem számolsz. Az én dolgom a fuvar. A tiéd a zsozsó. Nem. Ez nem ugyanaz. Ha okot adsz rá, én megöllek a Speedért. Miből gondolod, hogy én nem ölnélek meg a pénzért? A szövetségiek ezután négyesével jönnek. Legközelebb máshol rakodunk. E-mailezd el a részleteket. És legközelebb neki is. Tehetsz egy szívességet. Úgy érted, Csui helyett? Schrager! A főnök elégedett azzal a függetlenséggel és hatékonysággal, ahogy részt veszel az akciónkban. Teszek a főnöködre. És a főnököd főnökére. Csingáldó. Morale! Vámonos a la chingada! Puta madre! Donde vas, cabrón? No me dejas! Az auto! Hey! Gyerünk! Indítás. Na, gyerünk!
micsoda egy rohadt helyzet? Ez a szemét dobott fel? Nagy barom, ha hátat fordít a kartelnak és összeáll a fedekkel. De hát majdnem szétlőtték a seggünket. Nem számítottak ránk. Ezt honnan a fenéből veszed? Mert nem hoztak magukkal repülőt. Most mi a terv? Folytatjuk az akciót, leszállítjuk a cuccot és vissza. És aztán strand! Beszélek velük. Igen, uram, tessék. Első légiegység. Hallgatom, uram. Első légiegység, három kisgép szállt fel egy magánkifutóról. 10 mérföldre kelet, észak-keletre. Leszállásra kényszeríteni, lehet, hogy ez a Fly Guys. Első légiegység, vettem. Célba veszük mind a hármat. Melyiket hozzuk le elsőnek? A leggyorsabbat. Vettem. Evans! Uram? Kerítse elő a földi akció vezetőjét most azonnal. Igenis. Egy rohadt jó pilótával futottuk össze. Hagyd abba a zabát! Ez a fickó rohadtul jó, de rohadtul ostoba. Több mint 300 csomóval nyomja. Mindjárt szétesik a kis műanyag kaszt. Egy kis segítség kéne, hallva? Gyerünk, Stiney, hagyd az idióta játékot és segíts! Oké, mi kéne, haver? Egy jet van a sarkamban! El kéne tűnjek valahová! Látod, már csak ezért sem vezetek repülőgépet. Gyerünk, Einstein! Ah, jól van. Oké, megvan. Egy kiszáradt kanyon húzódik tőled 3 mérföldre, észak-keletre. Fordulj balra, irány 030. Készülj fel a zuhanó repülés. Jézusom, haver, mit művelsz? 320 csomóval nyomod, és egy percen belül 10 000 lábnyit kell ereszkedned. A jet mindjárt a farkamra lép! Jet vagy nem jet, ha nem lassítasz, akkor itt nem lesz se szárnyad, se farkad. Azt mondd, mennyi van még? 1,5 mérföld. Tartsd az irányt, 200 lábra csökkentsd a magasságot. Az irányt és a magasságot tartsd 30 másodpercig. Remélem, tudod, mit beszélsz? Hát persze. A sziklák közt lassítani fog, és ott lent elég minden üzemanyaga. Most élesen jobbra. 3, 2, 1, most! Anyát! Tartsd! Ez a csávó vagy nagyon jó, vagy megzakkant! Nagyon jó! Te vagy zakkant! Itt repkedek, Stiney, most mi van?
vége. Ne majd nézz, haver! Foreman már itt nyomja, és Rain is itt teker mellettem. Ti mit kerestek itt? Érted, jöttünk. A kíséret nem hagy cserbe. Megmondtam, hogy ne várjatok. Nem vártuk, visszajöttünk érted segfejként. Most húzzunk. Nyertünk. Mi a fene? Ezeknek elvett az eszük. Nekünk meg az üzemanyagunk. Basszus. Pont amikor már majdnem elkaptam ezt az idióta pánkpilótát. Sajnos adnunk kell nekik még egy napot, ha nem akarod összetörni a gépet és mentőhelikopterrel menni haza. Oké, indulunk vissza. Na, nem volt nagy szám. Hol a fenében vagy, Stray? És mit képzeltek? Majdnem elkapott titeket a Jet! A kemény fiúkat sosem éri baj. Vagy egyenesen az égbe, vagy a pokolba repülnek. Különben is láttad, ahogy a fecset megfordult és elhúzott? Lagymatag csávók! Mázlitok volt. Kifogyott a napta. Mázli a fenét! Én és Rayman ráhoztuk a frászt a fedes csávókra. Nem igaz, Rayman? Te nem hallasz, Rayman? Stray-nek igaza van. Á, így állunk. Raymanből visszhang lett. Hát, csúcs. Haver, nem osztozom veled a csajokon. Uram, Jackson ügynök. Leléphet. Üljön le, Jackson. A kis sivatagi patkányegysége kapart, talált és sikeresen keresztül húzta a mi ígéretes légi bevetésünket. Azt hiszem, nem kaptam meg a feljegyzést. Ki kéne nyitni? Ruben Miguel Vázquez, vagy? Speedy González. Ismerem őt. Azt viszont nem tudja, hogy együtt működik velünk. Mi? Három napja megcsíptük. Megőrült, ha ott hagyja Escondidót és a kartelt. Megőrült valakiért? Miről beszél? Egy nő miatt tette? Lupe Hernández. Négy napja csípték el a határon 10 000-nyi narkóval a bukszájában. Ez új. Lupe azt mondja, Vázquez narkófutárként tesztelte a hűségét az esküvő előtt. Oké, futtatja egy kicsit romantikus. A mennyasszonyon kívül mit ígértek még Vázqueznek? Hogy mit? Védettséget, zöld kártyát, együk a szenyorita elleni összes vádat. Mehetnek Isten hírével. Nem, kiért cserébe? Vázquez túl kicsi ahhoz, hogy tálalja Escondidót. Értük. Ismerősek? Igen, ő az. Mit tudunk róla? Sean Strager, ő a Fly Guys főnöke. Csupa tapasztalt áruszállító kisgéppilóta. Fly Guys. Csak hogy tudja, Vázquez hallgatni fog, míg be nem kerül a mennyasszonyával együtt a tanúvédelmi programba. Annyi biztos, hogy a fiú főállású partiarc. Kemény csávó, aki gyorsan keresi a pénzt. Szakadtan öltözik, élete alapja, hogy speedet szállít. A high-tech gépeikkel kapják fel az árut. 300 mérföldes sebességgel baromi sok kokszot lehet ám szállítani a sivatagon át bárhová. Szóval Escondido így kapaszkodott fel a csúcsra. Kell egy éhes gringo, aki gyorsan sok cuccot szállít, és aztán te leszel a mexikói maffia főnöke. Jól megnézte Stragert? Igen. Tipikus fehér srác. Barna haj, kék szem, szabályos fogak, lazaság. A propellerével majdnem letépte a fejemet, szóval jól megnéztem. Tehát ő is látta magát. Vagyis maga a Mexikóba megy és szemmel tartja Escondidót. A Fly Guys-hoz valaki más kell. Na, francba. Jata! Csikósú! Kav
Sonny? Konya! Mikja? És egy csúcs professzionális madár. Nagy fekete bőr, nagy harci jet, én meg hivatlanul utána mentem, és elzavartam. A mindenit, ez komoly. És ő? Tényleg, ő mit csinált? Hát kénytelen volt elfogadni a felsőbbrendűségünket. Lejjebb ereszkedett és lelépett, úgy bizony. Vágjátok? Ó, igen. Nem hiszem, hogy kaphatsz még egy esélyt. Miért? A pasik nem vesztik el a számomat. Gondold meg. Én legalább más vagyok. Ó. Oh. Hm? Hogy ide utálod táncolni? Tudod mit? Most beszélnem kell a haverommal. Szóval, nézz körül. És ha nincs más, a buli végén találkozok. Oké. Okay. Havel, hogy vagy? Egész jó. Még nézd, Formet! Hihetetlen, hogy beveszik a sok baromságát. Nem hiszem, hogy beveszik a sok baromságát. De valamiért mégis rácuppannak a csajok. Nem értem. Ezt én sem értem. Whiteman reptér. Rajtam kívül senkit sem izgat, ami ma velünk történt. Amíg Vázquez tartja a pofáját, nem kell majd részni. És ha köp? Escondido nem hagy időt az embereinek ilyesmire. És kivel melózunk? Nem tudom. Ezt érdemes lesz megnézni. Szép. Nagyon szép. Hát, stipistom. Szia. Hello. A nevem Strager. Célra törő. Tetszik. Én meg Rossz. Hát, nagyon örülök. Én is. Nagyon szép. Szép a vonala. Karcsú. Gyors. Üvegvillám a neve. Nem véletlenül. Mindközül ő a leggyorsabb. A három közül vagy ebből a fajtából? A világon. Akkor is te vezetted? Egész úton. Engem is elvihetnél egy körre. Csak hogy igaz-e a reklám? Figyelj, kicsit gyors voltam. Tök okés. Várjunk, a... A gép. A tempó. Az alatt mi van? Egy prototípus, amit ha megnézek, halálfia vagyok. Csak egy apróság. Azon vagyok, hogy hatékonyabban dolgozhassak vele. Mivel is foglalkozol? Áruszállítással. Ó, ez izgalmas. Ha csak nem pizzát szállít, ezt a röpcséttel. A pizzáról jut eszembe. Mi lenne, ha meghívnálak enni meg egy italra? Mondjuk sushi? Mindent megesztek, amit levágtak, megfőztek, és csirke íze van. Hát akkor mit csinálsz mondjuk holnap délben? Azt hiszem, veled leszek. Ez tetszik. Ya fuera ese pendejo. Sí, señor.
Buenos noches, señor Jackson. Isten hozta. Csak beszélgetni hívtalak. Hajrá. Azt a mexikói szarzsákot, Vázquezt, elkapták. Neked is Vázquez kell? Ő nekem dolgozott. Úgy, mint te. Én magamnak dolgozom. Nevezheted így, ha ettől jobban érzed magad. De akkor is nekem dolgozol. Én meg valaki másnak. Az pedig elégedett veled. Szereti, ahogy dolgozol, és még többet akar. Na és nekem, mi ebben az üzlet? Nagyon sok pénz. De meg kell dolgoznod érte. Azt akarjuk, hogy te vidd a narkót, és a pénzt is. Hazafelé nincs buli. Neked kell szállítanod oda és vissza. De miért? Múlt héten két pénzszállító autót vesztettünk, a csomagtartóban több mint 3 millióval. Különben is. Repülővel utazni biztonságosabb, mint autóval. Bocs a késésért, a üzleti megbeszélésem volt. Te nagyon jól nézel ki. Te sem panaszkodhatsz. Nem gondoltam volna, hogy étterembe járós pasi vagy. Hát, az autó teszi. Whiteman reptér. Tiny! Hol van Stray? Nem tudom. Azt mondta, hogy kipróbálja a gépet, és időben itt lesz az indulásra. Azzal a tyúkkal. Csak bajt hoz ránk. Haver, lazíts! Stray volt, tudja, mit csinál. Ugye, hogy nem is volt rossz. Szuper. Volt csirkeíz. Vágva, főzve. És mi legyen ezután? Nem tudom. Szerinted? Tengerpart. Malibu. Nem rossz. Talán összefutunk. Én meg talán várok rád. Most mennem kell, egy kis munka várám. Pizza. Igen, a meló. Rendben. If you're all up in the building and you're feeling yourself, put your nose in the air, act like you don't care. And do the rich walk. And do the rich walk. And do the rich walk. Just do the rich walk. I take your money out. Keresünk egy kis pénzt! Itt az ideje! Dodó Suska millió! Márti? Kipucoltam az üzemanyag injektort, kicseréltem a gyertyákat platina bevonatúra, hogy megkönnyítse a melegindítást, plusz hogy néhány lóerővel növeljem a teljesítményt. Szóval igen, nagyon is mehettek. Levegőt is szoktál venni? Megkapjuk a cuccért, a lóvét, és Rosemontban találkozunk. Értettem. Tizennyolcezer. Erről van szó, skacok. 180 000-nek a 10%-a 18 000 egy nap alatt.
Tök jó az új ügymenet. Itt maradtok a részünkkel, amíg a pénzt leszállítom a határra. Miért egyedül? És ha történik valami? Ti itt lesztek a pénzzel, nem? Na is te! A parancsnok a hajón marad. És a pénzzel miénk lesz, ha nem jön vissza? Ez nem is rossz. Nyugi, visszajövök. Randim is van. Jól van. Te tudod, mit csinálsz, főnök. Na! Na! Oké. Ennek mi baja? Nem csípi az új csajodat. Azt mondja, ügynök vagy karteres vagy mi. Micsoda? Hé, azt hiszem Raymond felhúzta magát, mert kikaptad a bombázót, értesz? Nekem megvannak a magam saját ügyei, értesz, ugye? Téged senki sem ért. Hát csüsd meg! Miért nem bízod a lét F-boyra? Miért nem? Az a helyzet, hogy felelőtlen idióta vagy, ha a pénzről van szó. Felelőtlen? Honnan veszed ezt a baromságot? Jól van. Mennyit volt egy hónapja? Talán 150. Uh-huh. És két hónapja? Úgy 175. Jó hónap volt. Oké, nagyjából 325 ezer dolcsit volt. És ebből mennyi maradt? A fene tudja, egy kis apró. Hát, ezért ő a pénztáros. Ez van, he? F-boy csak kutyának jó. Honnan tudtál a pénzszállítókról? Kinyalhatod. Csak erre telik? Nem, Jackson. Van más is. Ez pokolian fog fájni. Kinyalhatod a seggemet. Szép gép. Ilyen tiszta madár ebben a mocskos üzletben. Itt van mind. Nem kétlem. Jó repülést. Csaptalak. Béna voltál, és a jó hullám is elment. Azért annyira nem voltam rossz. Hagyd, pajtás. Nincsen semmi baj. Akkor jó. Figyelj csak, mi van? Mi a bajod Rosannával? Ugyan már. Nem gond, hogy összejöttetek. Csak ő túlságosan meg akar ismerni. Ki ez a lány? Honnan jött? Hogy került egyszer csak a mi hangárunkba? A csajaink felét nem ismerjük. Miért pont vele van bajod? Mert semmit sem tudsz róla, de közel engeded magadhoz. Nyisd már ki a szemed, haver! Én ismerlek téged. Ugyanúgy bámulod, ahogy annak idején Debbie Kennedy fotóit. Az hetedikben volt. Ha, igen, és te elmesélted neki a titkos tudományos projektünket. Ő megcsókolt és továbbadta Jeffrey Jonesnak, és így elúszott a te románcod és az én győzelmem. Ez viszont most az én bizniszem. Ezen a bizniszem múlik a te életed, az én életem és Foreman élete. És ebben nincs semmi személyeskedés. A pokolba. I always tell you how cool you dress.
26 éves. Guadalajarában született és San Fernando Valley-ben nevelkedett. A Northridge-re járt főiskolára, tánc és kereskedelem szakon. Az elmúlt 6 hónapban kétszer kapták el gyorshajtásért. Most is éppen jogosítvány nélkül vezet. Úszik, repül, csókolózik, de ez nem túl érdekes. Egy kis háttérkutatás. Lehet, hogy tényleg tetszem neki. Oké. Lehet, hogy tévedtem. Mert ha nem bízhatsz egy olyan csajban, akit évente többször megkergetnek a rendőrök, akkor kiben bízhatnál? Vagyis akkor bevesztek? Na, bent vagy. Jaj, de jó. Örüljünk együtt. Oké, beszélhettek csúnyán. Keresek egy nekem való rákot a sör mellé. Azt hiszem, nem rajong értem. Á, csak óvatos. És te? Csak akkor, ha szükséges. Szervész ap? Remélem, nem bánod. Gracias. Szerezhetnénk nekem is egyet. You keep your distance, fear the system of time. Jó hely, nem? Mm-hmm. Ezt ugye a repülő teszi. Valahogy úgy. Ó. Köszönöm. Milyen ügyes vagy. Tényleg. Tényleg. Szósz? Igen, köszönöm. Na? Ugye, hogy nem is rossz? Előbb sushi Santa Monica-ban, aztán éjszakai városnézés. Lenyűgöző. Superman szindróma. Átlépkedek a felhőkarcolók felett. És ez legális? Amíg el nem kapnak. Jó. Na hát. Szép ház. Kösz. Gazdagok a szüleid, vagy ilyen jól fizetik az áruszállítást? Apám meghalt 5 éves koromban. Az anyám újra férjhez ment, és a nagyanyám nevelt. Megvettem a házat is. Hát az áruszállítással hol jobb, hol rosszabb, de meg vagyok. Egyenes válasz. Nem kell kerülgetni. És régóta ilyen jó neked? 2 nap, 3 randi, és egy csókot. Gyakorlatilag 2 nap, 1 hosszú izgirandi és egy csókóta. Most el fogunk veszni a technikai részletekben, vagy tehetünk még egy kört? Belépés megtagadva. Thank you.
Fent vagy? Mit csinálsz a gépemmel? Nem tudtam aludni, a leveleimet akartam megnézni. Hajnali 4-kor? Nem baj. Jelszóval védett. Igen, észrevettem. Üvegvillámra tippeltem, de hát tévedtem. Inkább bújjunk vissza, és csináljunk valami izgalmasat. La frontera. Es como un cuchillo de doble filo. Piénsalo bien antes de cruzar la escondidas. A rohadt életbe. Evans! Uram? Ez mikor jött, Evans? Nem tudom, uram. Rajta volt a neve, behoztam. És maga ért be elsőnek? Nem, uram. Gutier, ez már bent volt. Oké, küldje be hozzám. Igenis. Este ilegal. Seguir haciendo mi huésped como seguro de protección. Fordítsa nekem. Hier, infiltración o agresión ilegal. La frontera. Es como un cuchillo de doble filo. A határnak két oldala. Gondolják meg kétszer, mielőtt átlépik. Este ilegal. Seguir haciendo mi huésped como seguro de protección. Ez az illegális betolakodó itt marad. Biztosítékként minden további beszivárgással és agresszióval szemben. Még valami? Nem, ennyi. Hívja a külügybe Ramirezt. Később még találkozhatunk? Nem tudom. Mit gondolsz? Csinálhatnánk izgalmas dolgokat? Később találkozunk. Janice Moore az egyesen, a nemzetbiztonsági eligazítás pedig az ötösen, elnök úr. Köszönöm. Szívesen. 35 000 láb magasan vagyok, a nyugati parton reggel 8 óra van. Ugye nem a baseballról akar beszélgetni? Köszönöm, uram, hogy beszélhetünk. Mint mindig, Jonas, mint mindig. Mi van? Úgy tűnik, kényes helyzetbe keveredtünk a déli barátunkkal. Értem. A külpolitika és a nemzetközi kapcsolatok nem mindig összeegyeztethetők az erkölcsileg helyes tettekkel. Különösen, ha egyes személyekről van szó. Ráadásul egyenruhás személyekről. Escondido halálra fogja őt kínozni. Felesége és 2 gyereke van. Megbíztam az ítéletében, amikor 3 lábnyira a jobb szánytól kísért, az anyahajótól 50 lábra. Szeretnék most is megbízni az ítéletében. Ha lehet, akkor hozzák vissza. De a radarszint alatt repüljenek. Nem akarok háborút. Egy kis lövöldözést nem ellenzek. Értem. Rajta. Mindent bele. És tájékoztasson. Köszönöm, uram. Tudjuk, hogy Jackson életben van. Ennek megfelelően fogunk cselekedni mindaddig, amíg egyértelmű bizonyítékot nem szerzünk az ellenkezőjéről. Bejelentetlen titkos mentő akció. Ez hogy lehetséges, uram? A Fly Guys. Mire jutott Stragerrel? A bankot robbantuk. 3 gép, 3 pilóta, 3 szállítmány. Ez rohadt sok pénz. Nem számolva a pénzfuvart. 3 fuvar. Vagyis 4 mázsa metadon. Ha 300 jack, akkor ez 2,7 millió dollárnyi cucc. Hát erről beszélek. És az új 15%-os szállítási díjjal, az annyi, mint... Egy Stiney, az mennyi? 45 000. Pontosan. Éppen erről beszélek. Oké. Okay. Ez 1/2 tonna cucc. És rengeteg pénz. Szóval most nincs bambulás. Wow! Ez az...
Mindnyájan tisztában vannak az összevont akció jelentőségével és okaival. Ramirez ügynök tájékoztatja magukat a részletekről és mindarról, ami magukra vár. A FedEx javított gyűjtő és elosztó rendszerét használják. Ma a kaliforniai városi repteret fogják használni elosztóközpontként, minden szállító innen indul, majd itt kapják meg a pénzt. Megszámolják, a saját részüket leveszik, azután felrakják Strager gépére, aki a pénzt elviszi délre, Escondido pénzszállítójához, hogy az átvigye a határon Mexikóba. A fiúk szervezettek, felszereltek és piszok gyorsak. Nekünk kell gyorsabbnak lennünk. Vagyis az összes bázisrepülőtéren a földi célpontokra kell koncentrálni először, hogy ne tudjanak egymással kommunikálni. Ez most a legfontosabb. A földi célpontok biztosítása után az Alpha Team elkapja a Fly Guys fiúkat még a földön a pénzátadásnál. Vigyázat, ezek okosak és piszok ügyesek. Ha a földön nem kapjuk el őket, akkor meglépnek. Ne feledjék! Ha a fegyveres harcra kerülne sor, tegyék, amit kell a cél érdekében, de a fiúkat élve akarom. Show me what you got. You'll never catch me falling. Get this bird up off the ground. Three strikes and then you're out. I'll never say I'm sorry. I'm too bad and way too fast to let you catch me. I'm flying high. Nem értem, hogy, de mindjárt itt vannak és leszállnak Kaliforniába. Üzemanyag és áru nélkül könnyebb és gyorsabb a gép. Alpha Team, a Fly Guys leszálláshoz készül Kaliforniában. Indulás azonnal. Alpha Team elindult. Oké, van segítség, de sietnünk kell. Fiúk, lépjék át a sebességhatárt. Duplázzanak. Vettem. Nyomás, nem sít a kocsikázunk. Padlógáz! Ez itt 450 ezer dollár. Nesze Forman, és ne fújj meg. Hát erről beszélek. Tankolás után azonnal indulok. Napnyugta előtt 295 ezer dollárral könnyebben itt leszek az istállóban. Ez nagyon sok pénz ahhoz, hogy egyedül szállítsd. Tényleg nem akarsz kísérőt? Nincs gond. És nálam van Escondido pénze a miénk meg Formannél. Jogos. Jó utat. Oké. Okay. Miért üzéltek velem? Mert olyan vicces a piros sapkád. Gyerünk! A frontban! Hé, skatok! Vendégek érkeznek nyugatról, nagy sebességgel! Fedébe, indulás! Egyik a kifutón! Rohadt életbe! Figyelj, Einstein, rajtaütés van! Felszállok! Késő, vége? Fenét! A légijárő fent van? Épp most szállt fel. Jaj! Thank you.
ez a mi napunk lesz, pajtás. Most végre tényleg megleckésztethetjük ezt a pánkpilótát. Indulj, Foreman! A kifutó páros felszálláshoz keskeny! Nem fog sikerülni neked, ha nem együtt csináljuk. Nálad a pénz, gyerünk, indulj! Einstein, itt vagy? Igen. Láttad? Láttam. Én vagyok a hibás. Sajnálom. Ez a mi hibánk. Önként csináljuk, mindnyájan. Most mi lesz? Leszállítom a pénzt. Visszajövök és kihozzuk Raymond. Ha együtt maradunk, nincs gáz. Foremannek akkor is gáz. Megvan a célpont. A nyomában vagyunk. Stray, társaságod van. 6 óra, 3 mérföld. Gyorsan közelít. Egy fedre. Keresd valami helyet, ahol elbújhatok. Belváros. Belváros? Igen, ereszkedj, irány a belváros. A Jen... Képtelen követni az épületek között. Te megőrültél? Nem, de te igen, és imádod ezt. Oké, Einstein rajta! Akkor fordulj jobbra, irány 2-3-0, ereszkedj 500 lábra és lassíts 150 csomóra. Fejezd be a zabán! Nézd, hol vagyunk! És most? Kövesd a strádát! Ennél nem tudsz valami jobbat? A következő kijáratnál balra, a stadion felé. Az épület hátsó felénél fordulj ki a Figueroára, nyugat felé. Elfogy az üzemanyag, ha tovább szórakozol a kölyökkel ide lent. Te is tudod! És most? Most a Figueroa és az 5. sarkán, jobbra. Ez a barom még mindig itt van! Szükség lenne egy B-tervre! Ne haragudj, de ez volt a B-terv. Akkor legyen C-terv! Oké, de nem fogod szeretni. Csak mondjad! Jobbra a Granden, jobbra a 6., aztán megint jobbra a Figueroa. Jobbra, jobbra, és aztán megint jobbra. Most 10 lábra és jobbra a 2. utcán. Mondd még egyszer! Pontosan 10 láb!
és reméljük, hogy nincs ott magas jár. Nem akarlak bosszantani, de alig van üzemanyag és piszok alacsonyan szállunk. Ez a rohadék most is meglép előle. Ugye? Mára elég volt a pilóta lecke, nem gondolod? Fogd már be! Remélem kitüntetnek. Az egész, és adját egy üzenetet Escondidónak. Kiszállok. Ennek nem örül majd. Szarok rá, hogy örül-e vagy sem. Kiszállok. Einstein! Einstein! Sajnálom. Nem tehetek mást. Mondtad, hogy ma találkozunk. Stray. Jól vagy? Ja, jól. És ti? Jól vagyok, igen. Látod? A fenébe is én megmondtam! Ügynök vagyok, remélem, ezt már ismeri. Nagyon nagy bajban vagy, Straker. Ügyvédet akarok. Félek, hogy az ügyvéd sem tud neked segíteni. A vád ellenetek narkószállítás méghozzá nagyüzemi méretben. Viszont sokat segíthet, ha együtt működsz velünk. Miben segíthet? Megúszni. És a barátaim? Jöjjön az üzlet. Üzlet? Majd Ramirez ügynök elmeséli. Inkább maga, ha lehet. Akkor vágjunk bele. Titkos küldetés. Mexikóba mész és kiszabadítod az egyik ügynökünket Escondido fogságából. És cserébe... próbaidőre felfüggesztett büntetést kapsz. Nem dolgozom Escondidónak. Kiszálltam. Ne hülyeskedj, kölyök. A mexikói maffia olyan, mint bármelyik. Ha benne vagy, maradsz vagy meghalsz. Sosem találkoztam vele. Miből gondolja, hogy hagyni fogja, hogy kisétáljak a maguk ügynökével, aki véletlenül nála raboskodik? Mexikóban állítólag sérthetetlen. Ez véletlenül igaz. Igaz? Te tényleg az igazsággal jössz nekem? Uram, kérném, hogy hadd beszéljek vele. Nézd,
Nem számít, hogy mit érzel most. Úgy segítesz magadon, ha támogatsz bennünket. Nem kéne megvédenem magam, ha nem lennél egy ilyen ringyó. Mit képzelsz? Igen, a munkámat végeztem. De nem volt kötelező ágyba bújnom veled, azt egyszerűen én akartam, mert kedvellek. Mert kedvelsz? Miattad meghalt a barátom, én meg sütten vagyok. Az baleset volt, annak nem lett volna szabad megtörténnie. De megtörtént, és a te embereid miatt történt meg. A narkókereskedelem miatt történt. Nagyon sajnálom, Forment. Tényleg. És azt is, hogy nekem kellett behoznom téged. De ti akkor is narkófutárok vagytok. Te magad mondtad. Pizzafutár fiúk vagyunk. Nem mi gyártjuk, nem mi árusítjuk, és nem mi használjuk. Mi csak... Hozzátok! Nélkülünk is ideér. Ez egy hatalmas baromság, ezt te is nagyon jól tudod. Escondido egy szemét vadállat, aki abból él, hogy gyilkos, pusztító méreggel kereskedik a határ mindkét oldalán. Te tudod, mennyi kárt okoz? Hány életet követel az, amit szállítasz? Nem. Nézd meg ezeket. Nem túl szépek. Kristálymetadon, met, jég, speed, spuri. Akárhogy nevezik, méreg. Sokkal addiktívabb, mint a kokain vagy a heroin, és egyre többen használják. És te, a barátaid, meg az üvegvillám mind a probléma részei vagytok. A neve Kyle Jackson. Felesége van, egy 5 éves lánya és egy 3 éves fia. Törlik a vádakat. Einstein és Forman próbaidő nélkül mehet. Ezt most leírom. Pablo Ramon Escondido. Fiatal, jóképű és durva. A jelek szerint a mexikói drogkártel trónjának egyetlen örököse. Mexikó nyugati részén San Diego-tól keletre egy jól őrzött birtokon él. Jackson értékes fogony nyilván a birtokon tartja. Az egész környék és mindenki Escondido és a lepénzelt szövetségi járőrök ellenőrzése alatt áll. Escondido $1 millió adott Castrónak, hogy részt vehessen a kubai légierő kiképzésén. Repülőgép parkjában van 2 felfegyverzett harci jet. Vagyis Escondido a drogbiznisz császára. Oké, miért fogadna engem? Mert tegnap egyetlen akció keretében lekaptuk az egész elosztó hálózatát. De te valahogy akkor is leszállítottad a pénzét. Ez érdekelni fogja, az ilyeneket szereti. A meghívót már feladták, de addig téged még fel kell készítenünk. A kemény fiúkat sosem éri baj, vagy egyenesen az égben, vagy a pokolba repülnek. Repülj a mennyországba. Na? Thank you.
Na, milyen? Egy UFO-nak egész jó lenne. Ha már megbeszéltétek az új játékot, talán átismételhetnénk a feladatot. Ezt minek? Tök egyszerű. Amint behatoltunk a mexikói légtérbe, az új ex-barátnőm és a kísérőm lelépnek, leszállnak egy elhagyott kifutón 2 mérföldre nyugat-észak-nyugatra Escondido birtokától, ahol kipihenik magukat, míg A. engem megölnek, vagy B. a segélyhívásomig. Akkor az állítólagos legjobb barátom és az új ex-barátnőm oda repülnek, hogy megmentsenek engem, vagy megnézzék a kivégzésemet. Ott van másodperc a mexikói légtérig. Akkor le és be. Rendben, értettem. Nézze, főnök, egy repülőgép közeledik. Egyedül? Szihefe, egyedül. Kapcsolja. Szihefe. A földet ért. Hozzák ide. Szihefe. Iba a ser dura y por changol puro mío podió salir de Cuba. Llegó aquí con un sueño y le paga en la mano. Y ten cuidado y que se meta con ese cubano. Si sos rico en la bolita con los italianos. Barbería en los barrios de los americanos. Van el viejo mío Tony Montana. Su bandera tapa la gran manzana. No te metas, no vas a ver mañana. No me treta, los malos son de La Habana. Jó lúszik, igaz? Nem azért jöttem, hogy a kisasszony bámuljam. Azért jöttél, mert hivattalak. Azért jöttem, mert azt mondtad, van egy üzleti ajánlatod, ami meggyőz arról, hogy ne szálljak ki. Te biztosan... Hogy is mondják... Szomjas vagy. És te a vendégem vagy, és nem csak egy pohár vizet ajánlok neked. Mit kérsz inni? Egy sört, ha van. Minden van. Cerveza! Sí, patrón. Milyen volt a repülés? Magányos. Sajnálom. De az okos ember óvatos, Verdad? Egyetlen ember. Kis baj. 2-3. Már mucho probléma, nem? Mesélj a gépedről. Ez nagyon érdekel. Milyen gyors? Elég gyorsan képes sok speedet szállítani. Ez egy prototípus, de hogy maximalizálhassuk a kihasználtságot és a költségeket, egy kis csapattal növelni tudnám a piaci részesedést és az elosztást... Perete! Az angolom lassú. Üljünk le. Te nem az imitádó, mi amor? Sí, mi preciosa. Por favor, siéntate con nosotros. Ő Marisa, az én kedvtelésem. Nagyon örülök. Igazi megtiszteltetés. Marisa angol magánórákat vesz Los Angelesben. Az egyik gépen viszi oda hetente 3-szor. Óra után a Rodeo Drive-on szoktam vásárolni, mielőtt hazajövök az én drágaságomhoz. Isten hozta. Impresszív, nem? Claro.
muy impresionante, pero costosa. Bien, bien, gringo, muy bien. Jöjjön a biznisz. Figyelek. Az elmúlt 48 óra sajnálatos eseményei miatt kerestem, és meg is találtam a módját egy jobb és kifizetődőbb elosztási rendszer létrehozásának. Úgy döntöttem, hogy keresnem kell magam mellé egy megbízható partnert, odaát az államokban. Ha hajlandó vagy megbeszélni velem ezt az ajánlatot, akkor meghosszabbítom a meghívásomat, és egész éjjelre vendégül látlak. Ha nem, akkor sajnos meg kell halnod. Szóval, ahogy mondják, mit mondasz? Azt mondom, hogy vajon mi lenne, ha elég gyors lenne az angolja. Ez hízelgő, gringo. De elfogadod a meghívást? Miért ne? Pontosan így van. Miért ne? Nem akarok beledumálni a tervbe, de egész este itt fogunk ülni? Nem, a tervek szerint csak estig. Este van, gyerünk. Legalább tudjuk, hogy él. Induljunk. Nem bízik a bankokban? De csak ők nem bíznak benne. Mit keresel itt? Ismered az Hombre Negrót? Szövetségi ügynök, majdnem leszedett. Így van. És le is szedlek, ha kijutok. Hozhattál volna egy rántottát. Miért zárta be? Mert megtehetem, hogy ezt megértsék az amerikaiak. Semmit sem tehetnek érte. Szerintem hamarosan elindul.
Sajnálom. Tudom, hogy késő van, de eddig sehogy sem tudtam meglépni, hogy felhívjalak. Stranger! Ott a képernyőn! Én... Gutierrez hol van? Nem tudom, most ébredtem, csak oda néztem a képernyőre. Tudom, nem kéne itt bámészkodnom, államtitok, csak gondoltam talán... Ssss! Gyorsan! Azt hiszem, ez így nem lesz jó. Tegyem valamit! És van valami jó ötlet? Nincs, de ez itt az államvédelem! Nincs valami műholdas halálsugár, vagy ilyesmi? Tudja, félek, hogy ez a halálsugár nem igazán az én területem. Cuidado, jefe. Stranger a cégembere. Teszem, amit csak tudok. Puta madre! Que pasa? Maradj itt! Te mit keresel itt? Nem hívattalak! Én csak a lányomért jöttem. A lányod a hefe tulajdona. Most pedig kifelé vagy, hívom az őrséget. A mennyasszonyommal beszéltem. Ő hívott. Hosszú az éjszaka. Jó, üljön le és folytassa. Zűrös és mozgalmas hajnal vár ránk. Gyorsan! Gyorsan! Oké. Mi történt? Ez nem jó. Lépjen vissza! Próbálom. Nem megy. Lépjen már vissza! Ez Evans dolga! Hol van? Szökik a gringó! Öljétek le! Elkapjuk, hefe! A gringó nekem nem kell! Öljétek meg! Por favor, hefe! Fent biztonságosabb! Por favor! La puerta de afuera! Kapaszkodj belém, és ne maradj le! Értettem. Megpróbálhatom? Nyomás!
Szándékosan megrongálta. Tehát ez a magyarázat. De sosem gondoltam volna, hogy elvesz! Mondja, helyre tudja hozni? Igen, de az sokáig tart. Titkosította a rombolókódot. Fenét. De van másik. Segítsen, megháláljuk! A gépemen csak két hely van. Jacksont kell vinnem, sajnálom. Mi még jobban sajnáljuk. Papa! A hefe parancsa, zárd a másik mellé. Süket vagy? Andale! Te nem parancsolsz nekem. Sült. Nem gond. Figyeljen. Irány a kifutó. Szerzek egy sofőrt maguknak. Nyomás! Nincs sok idő. Nyomás! Hé, haver. Jól van, rád lőttem, de azért figyelhetnél. Ó, oh, hé, Pendehop! Ide! Kinyitni! Kösz. Igazán. Na jó, gyerünk, gyorsan! Gyerünk! Nem már! A francba meghalt a madár! Mi az, hogy meghalt? Döglött madár nem repül! Másik madár kell, gyerünk! Ezt kérem. Gyorsan! Na, itt vagyok! Marissa! Marissa! Mi történt? Caroline. Oké. Lássuk. Ez az? Na, repülünk? Akkor repüljünk! Rainman, fenn vagy? Itt van, jövünk! Te vezeted a gépet? Egész úton. Egy utaspár vár a kifutón. Ígértem nekik egy sofőrt. Vettem. Biztos jó ötlet ilyen alacsonyan repülni? Látunk, hallunk. Ezt hogy csinálta? Ez egy szuper biztos kormányzati műhold. Egy magamfajta zseninek nem nagy ügy. Legalább működik.
folyó álló. Értem. Ha lehet, távozzunk. Madár a levegőben. Szabadságmadár 1-2, szabadságmadár 1-2, hallanak? Péter, tiszta, felvettük az árut, hazafelé tartunk. Remek, remek, figyelem, a rendszer korlátozott kapacitású. Hol vannak? 5 mérföldre északnyugat felé irány 290 5000 láb emelkednek. Nem sokáig. A nyomában vannak. Milyen messze a támaszpont? Nem tudom, nem lehet messze. Most közölték, ellenséges gép a nyomában, utoléri a támaszpont előtt. Értem, vettétek? Igen. Átveszem. Rayman, ellenség közeledik 6 óránál 3 mérföldre, több mint 500 csomóban. Teljes sebességgel hazafelé, fedezlek titeket! Hé, ez egy kiképzett harci pilóta, egy katonai jetten! Semmi esélyed ellene! Ugyanolyan madaram van, a te gépeden viszont civilek! Nyomás! Ugyanolyan gépen ülsz, de a légi csatához nem értesz! Akkor majd megtanulom, tűnés! Nem szívesen hagylak itt! Nem kell szívesen, csak csináld, menjetek már! Francba! Rendben. Viszlát oda át. Nem veheted el, ami az enyém. Escondido, valami gond van? Ha rám akarod pazarolni az utolsó szavaidat, szívesen hallgatlak. Akármelyik pendehol tud repülni, de csak a kemény csávok mennek a sziklák közé. Mit mondasz? Meghalhatsz lent, meghalhatsz fent, nekem mindegy. Csak hallj meg. Kapaszkodj! Remélem tudod, mit csinálsz! 500 mérföld per órás sebességnél már nem árt!
Lehet, hogy kelleni fog. Te leszel a mentőcsónakom! Rajtad evezek majd át ezen a sok vízen! Hé! Hey, miért nem lő? A gépágyú csöve túl forró, de hamar lehűl. Bocs, de itt nincs rejtek hely, és lerázni sem tudom. Mindezek után inkább mondj valami mást! Oké, van fegyver, de nem tudom használni. Mi? Stiny, ha hallasz, kell egy jó rejtek hely. Már is nézem. Értékelem az igyekezetedet! De milyen mentő akció ez? Nincs választék. Oké, Stray, megvan. Két mérföldre a mostani pozíciótól észak-keletre van egy kanyon. Fordulj jobbra. Irány 040 és tartsd az irányt. Ez a madár gyors és nagy. Remélem tudod, mit csinálsz. Hát persze. Ha már jó a gépfegyvere, most fog lőni. Ez mi volt? Eltalált. Csak ennyi. Azt hittem, defektet kaptunk! Kapaszkodj! Gyerünk, Stiny! Nincs sok időm! Tippelhetek? Még egy találat? Nem, csak túlléptük a hangsebességet! Mondjunk búcsút a barátunknak! Egyenesen a mennyországba megy, vagy a pokolba! Adios, baromart! Törted össze a gépemet. Csak megdöntötte a sebességcsúcsot. 350 mérföld per óra. De ne aggódj, Superman titkát megőrzöm. Hé, hey, nem lehetne ezt a happy endet a kórházban folytatni. Skacok! Fiúk! Strager! Strager! Engedély nélkül hoztad át a gépet! Strager! Két héttel később. És ma büszkén tájékoztathatom önöket a szövetségiek összevont akciójáról, melynek hála... Felszámolhattuk a mexikói drogkartel egyik meghatározó bázisát. Ez a csapat kristály metadon terjesztette a határon át az államok délnyugati területein. Az akciót egy válogatott, speciálisan kiképzett különleges légiegység hajtotta végre egy erre az akcióra felkészült összevont földi csapattal. Az Egyesült Államok elnöke rólam beszél. A képernyő helyett inkább az utat bámult. Hadd legyek világos. Hosszú út áll még előttünk. De a kormány megújult drogellenes küzdelme során ez volt a legelső nagy lépés, amelyet helyes irányba tettünk. Tudod, ez teljesen törvénytelen. De csak ha elkapnak.
a tempót, ha állod a cehet! Írta és rendezte Kim Bass. Hogy bé, a segélyhívásom még, akkor az állítólagos legjobb barátom és az új ex-barátnőm oda repülnek, hogy megmentsenek engem, vagy megnézik a kivégzésemet. Ez egy madár? Hát... Ó, basszus. Ja. Ez nem jó, ugye? De, jó, nincs semmi baj. Van rajta propeller? Hát, lesz majd nem sokára. A csaj jó és... Itt ülünk a monitor előtt, mindenki hallja. Minden. Jeez, haver. Ó, Istenem. Ez tiszta lökő. Jóságos ég. Ó, Istenem. De jó ég. Ó, Istenem. Jézus Krisztus. Jézusom. Forog a kamera! Ja, Istenem! Ez aztán a mentő akció, haver! Szuper! Nekem teljesen mindegy. Én ezt az egészet rábíztam. Jó! Csak mondd már végre, hogy mit akarsz tőlem. A vendégeket keresek? A tető él! Lehetne még egyszer? Az anyád! Én hivatalból elküldhettem. Adios, rohadék! Oké, itt vagyunk. Oké, rendben. Kész. Oké, akkor hallás. Igen, értettem! Ez hihetetlen! Istenem, ez hihetetlen! És kacok, ki van ott? Én nem tudom! Gőzöm sincsen! Az asszony meg a kölykök várnak! Haza vinne valaki! Csinálj, ez tök jó! A kifutó végén balra. Kezdhetjük, oké? Okay. Nem hiszem, hogy még sokszor szeretnék. Jó, minden oké. Okay. Oké. Okay. De jó ég. Magyar hangok. Hamvas Dániel, Solecki Janka, Renát Zoltán, Stern Dániel, Hagen Imre, Láng Balázs, Kárpáti Levente, Varga Rókus, Kevicki Szilvia, Hegedűs Miklós, Tóth Roland, Mikula Sándor. Magyar szöveg Margitta Nóra. Hangmérnök és vágó Schriffert László. Gyártásvezető Nagy Zoltán. Szinkronrendező Bursi Katalin. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Hangkép szinkroncsoport készítette.